Az elmúlt években közel 1000 hátrányos helyzetű gyermek karácsonya lett boldog, köszönhetően a tatai Egy doboz, egy mosoly akciónak. A kezdeményezés során idén Kömlőd, Komárom, Tata és Szováta fiataljai írhattak levelet a Jézuskának, amely kívánságlista egy-egy mézes kalácsot díszítenek majd. Ezek az édességek vasárnap a Pálmaház karácsonyfáján várják jó szándékú teljesítőiket, a különleges díszeket november 18-án állították össze. Idén nagyon bátrak voltunk, 265 kisgyermek ajándék kívánsága található majd a fán vasárnaptól. Egész azzal kezdődik, hogy megsülnek a mézes kalácsok, ezt az Eső Emberekért Egyesület süti, majd a Tata és Térsége civil társulás segítségével csomagoljuk, és ő általuk kerültek be ebbe a körbe a diákok, akik iskolai közösségi szolgálat keretein belül most Tatáról a Bláti iskolából érkeztek, és az egyéb előkészületi munkákat pedig mit csináljuk a hotelben. A mézes kalácsok bekerülnek egy zacskóba, ugye erre kerül fel egy cetli, amin rajta van a kisgyermek neve és a kívánsága, és ezt az ajándékozó megkapja, valamint emellé kap még egy rajzot vagy egy levelet, amit a kisgyermek az angyalkának írt. Ennek az eredeti példánya természetesen a majdani ajándékozót illeti meg, és nyilván személyes dolgokat is tehetnek bele, illetve ők is visszaírhatnak a gyereknek. Ennek nagyon-nagyon szoktak a gyerekek örülni, úgyhogy én arra búzdítok mindenkit, aki kívánságot visz tőlünk, kívánságot teljesít, nyugodtan írjon levelet a megajándékozott gyermeknek, nagyon fognak neki örülni. A mézes kalácsok tehát november 21-től lesznek elérhetőek, a kívánságokat pedig december 6-áig teljesíthetik az adományozók, amely listát egyéb ajándékokkal és édességekkel is kiegészíthetik a gyerkőcök jótékony segítői.